megyünk a tömeg után. Tűzütött ki a bonyhádi gondozási otthonban. Persze a tűzoltóság és a katasztrófavédelem csak gyakorlatozni vonult ki Bonyhádra, az otthon lakóinak és dolgozóinak beleegyezésével történt a gyakorlás. A tűzoltók feladata az otthon lakóinak a biztosítása és a tűz eloltása volt egy esetleges baleset során. Fontos, hogy a tűzoltóság és a katasztrófavédelem közös gyakorlatot szervezzen, mert így mindkét fél hatékonyabban tud együtt dolgozni, elsajátítani azokat a szakmai fogásokat, amiket egy tűzoltás vagy műszaki mentés során tudnak alkalmazni egy. A mai nap folyamán három önkéntes tűzoltó egyesületnek szerveztünk gyakorlatot. Egy idősek otthonában szimulálunk tűzesetet, és az időseket kell kimenteni, illetve a tüzet eloltani. Ez lesz a mai gyakorlatnak a fő célja. Nagyon partnerek, mindenki nagyon partner, a vezetőség, a polgármesterasszony is, illetve az önkéntesek is együttműködőek, és lehet azt mondani, hogy örömmel várták már ezt a pillanatot, hogy kicsit ők is részesei lehessenek a mai gyakorlatnak. Nekünk ugye elsődleges minden esetben az életmentés, tehát a mai gyakorlatot is úgy szerveztük meg, hogy két csoportot alakítottunk. Az első csoport az behatol az épületbe, felderít, megnézi, hogy hol vannak a sérültek, hol vannak azok a személyek, akik nem tudnak kimenekülni az épületből, őket kimenekítik, a másik csoport pedig effektíven a tűzoltást fogja végrehajtani. Megszerzem azt az információt, amire nektek szükségetek van. Jó? Úgyhogy csak nyugodtan. Köszönöm szépen. A tűzoltók és a katasztrófavédelem a reggeli eligazításon megbeszélte a mentő akció részleteit. Az épület két bejáratán mentek be, és a gondozási otthon mindegyik részét alaposan átvizsgálták. A gyakorlat különlegessége az volt, hogy egy kerekesszékes idős hölgyet a tűzoltóknak kellett kimenekíteni, a többiek saját maguk távoztak az otthonból a tűzoltóság segítségével. Egy hónapja történt meg ez a kapcsolatfelvétel, és onnantól kezdve kezdtük meg a programot. A Völcsegi Önkormányzatok Társulásának elnök asszonyával, Filóné Ferenci Bolya vezetésével és jóváhagyásával. A szekszárdi tűzoltó parancsnok keresett meg engem a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen, hogy egy gyakorlatot végezhessenek el az intézményünkbe. Ez mindkét intézménynek nagyon fontos, nekünk is és a tűzoltóknak is, hiszen lehetőségünk van arra, hogy kipróbáljuk, hogy ilyenkor ilyen adó helyzetben hogyan tudjuk kimenekíteni az időseinket, illetőleg arra, hogy mi van útban ilyenkor, tehát hogyha ilyen probléma merül föl, akkor mi nincs jó helyen, és nagyon fontos számunkra az, hogy az idősek, akik itt vannak, hogy biztonságot nyújtsunk számukra, nekik és a családtagjainak, hogy biztonságban helyezzék őket. Igen, tudtak erről, beszéltünk róla, de ugye az életszerű helyzetek mindig másképp alakulnak, de igyekeztünk őket felkészíteni mindenre. Az idősek bár tudták, hogy náluk fog zajlani a két szervezet gyakorlata, az elején megilletődtek, az akció végére pedig már jókedvűen beszélgettek az otthon udvarán. A gyakorlat pozitív eredménnyel zárult, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság is jól szerepelt a gondozási otthonnál tartott mentési gyakorlaton.